Tiszteltem az érdeklődőnek. Egy Fiat Bravo-t fogunk most megnézegetni egy kicsit közelebbről. Ő egy 2008. februárban gyártott autó. 2010-ben került először 5. hóban forgalomba, és nincs egész 30 ezer kilométer a szerkentjűben. Egy nagyon jó felszerelt szerkezet. Rögtön láttam a ködlámpát, illetve projektoros izzókat benne a világító testben. Ő egy alufelnivel szerelt, ugye egy gyári alufelnivel szerelt autó, egy 1.9-es multijet motor van benne, ami 120 lóerőt teljesít nekünk, igen nagy nyomatékkal, tehát igen kedvező fogyasztással, nagy nyomatékkal, kellemesen gyorsan tudunk vele utazni, ami igazán nagy élmény a vezetésben. A csomagtér az egész szép tágas, azt meg is nézzük egy pillanatra, itt láttam közben, hogy van az autóban tolató radar is, ami szintén hasznos, ha esetleg nem akarjuk a mögöttünk lévőt összetörni. A csomagtere szerintem egy tágas, egy családnak bőségesen elegendő, vele lehet pakolni és el lehet benne férni egy utazás alkalmával is. Az autó belső az teljesen újszerű, ugye ennek a kilométernek köszönhetően abszolút nincsen elhasználva, nem dohányzó autó volt, nincs kiégetve benne semmi, és nincs kikopva sem, hiszen nem lehet ennyi időt kikoptatni egy ilyen autót. Ugye vannak elektromos ablakok, tükrök benne, nagyon sok légzsák. Itt van elől, és az A-oszlopban, B-oszlopban is légzsákok vannak, tehát 8 légzsák biztos van itt valahol elrejtve az autóban. Ezen kívül láttam benne tempomatot, gyári zenét, automata klímát. Csak megnézzük is, hogy indul az autó. Sikerül elforgatnom a kulcsot. Így igaz, tehát itt ABS és tempomat is csekkolt, az ilyen jó szól benne. Itt van az ajtónk, azt is mutatja. Nem tudom beindítani, elnézést. Így már sokkal jobban sikerül. Szépen jár a motor benne, és a bőrkormány is itt előttem, és City Servos, innen lehet kapcsolni még ezt is, és itt az automata klíma, ami igen jól mutat ebben a konzolon. És akkor szerintem még a motortérben nézzünk bele, ami szerintem szintén nagyon szépen néz ki. A kilométerulát szerintem megmutattam, de még egyszer megnézzük, 27.200 kilométer van az autóban, ami igazán kevés, mondhatni, hogy semmi sem, éppen hogy csak be van járatva a motor. És akkor megnézzük a motorteret is, hogy néz ki. Ezt is sikerült megoldanom. És akkor itt van ez a kis multijet motor, ami 120 lóerős, ami tényleg nagyon kellemesen utaztatja az ember. Kellemesen gyorsul és kevesebb fogyaszt az autó. Szép állapotú, jól néz ki, és jól fognak benne mutatni, hogyha eljönnek hozzánk és megvásárolják ezt az autót. Köszönöm, hogy velem voltak, jönnek el személyesen az M3 Autópark autókereskedésbe, Szent Mihály út 90 szám Budapesten.